Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és itt áll mellettem Vajda Péter, a Filazonit ügyvezető igazgatója. 2021 ősze év vége volt, emlékszem, amikor leültünk először, és kipattant a fejünkbe az alap a talaj, hogy közösen csináljunk egy olyan rendezvényt, ami a gazdák segítségére lehet, és amit láthatunk tényleg a talajainknál, milyen problémák vannak, hogy ezeket próbáljuk javítani, mind gép oldalról, mind pedig a ti oldalatokról, és olyan eszközöket, olyan hatóanyagokat tudjuk a kezükbe adni, ami az a segítségükre lehet. Ti mivel készültök az idei rendezvényre? Igazából én úgy gondolom, hogy igen, miért is fontos ez az egész történet, mert ti oldalatokról a gépi megoldások, a mi oldalunkról, mely egy picit a talajnak a központisága ugye a kérdés, és ugye mi meg szeretnénk mutatni azt, hogy van talajfizika, amire teljesen jó ugye a gépi megoldások, de a talajfizika mellett ott van a talajbiológia és a talajkémia is, és mi olyan előadással készülünk, ahol ennek egy picit a rejtelmeibe bevezetjük a közönséget, ugyanis azt gondolom, hogy a talajkémia, talajfizika, talajbiológia és az agrotechnológia az együtt kezelendő, és ebben szeretnénk egy átfogó tudást adni a termelőknek. Ki lesz részletek az előadó, és milyen előadást hallhatunk majd? Dr. Varga Sándor, nagyon szeretem a Sanyit, mert egy nagyon nagy tudományos szakember, nagyon jó átlátja a talajbiológiát. Ő nem kifejezetten mikrobiológus, hanem egy olyan tudományos szakember, aki egy picit belemélyedt a talajfizikába, egy kicsit a talajbiológiába, és Sanyi magáról a szármaradvány bontásról, ami itt a következő időszaknak a fő mozzanata, és a talajba bekerült szerves anyagnak a elbontási folyamatait és annak fontosságát fogja megmutatni. Köszönöm szépen, úgyhogy ilyen szakmai előadásokkal, gépbemutatóval, talajszelvénnyel várunk mindenkit, regisztráció elejárásban, illetve a helyszínek és a részletek, alap a talaj. Köszönöm szépen. Én is.